Hello mindenkinek, én Gibi vagyok, és köszöntelek titeket egy újabb Minecraft videóban. Itt is lennék a Szörnycsaták sorozat következő részével, és ma a vasgólemek az Endermite-okkal fognak megküzdeni. Ugye magyarul azt hiszem végbogárnak fordítja a Minecraft, ami egy elég fura név, de technikailag egy végben élő bogárról van szó, ami igazából a Silverfish-ek endbeli megfelelője. És ugye a Silverfish-ek már szerepeltek ebben a sorozatban, viszont most az Endermite-ok következnek. Úgyhogy ha vártátok már a folytatást és tetszik majd nektek ez a videó, akkor mindenféleképpen jelezzétek ezt egy like-al és írjátok meg kommentben, és szerintem akkor vágjunk is bele. Oké, srácok, itt is lennék az első körrel, amelyben 20 Endermite fog megküzdeni egy darab vasgólemmel. Itt is van a 20 Endermite, csak ugye egyszerre nem tölti be az összeset, mert olyan picik. Szóval egy vasgólem fog megküzdeni 20 darab Endermite-tal. Ugye alapból az első körben általában 10 szörny szokott lenni, viszont ezek olyan gyengék, hogy megdupláztam ezt a számot, és valószínűleg ez a másik két körre is vonatkozni fog. Viszont úgy vannak beállítva ezek az Endermite-ok, hogy ne diszpónoljanak, mert ugye alapból 2 perc után diszpónolnának. Úgyhogy ennyi előnyük van, hogy nem fognak diszpónolni, de egyébként ugyanannyit sebeznek, mint máskor. Úgyhogy akkor most még van időtök megtippelni magatokban, vagy a komment szekcióban, hogy szerintetek kik fognak nyerni. Az Endermite-ok vagy a vasgólemek, aki egyelőre még csak egyedül van. És szerintem akkor vágjunk is bele. Leesett a fal, és el is indult a támadás. Hát ez elég gyors volt. Ugye alapból úgy működnek az Endermite-ok, hogy megtámadják azt, aki a közvetlen környezetükben megtámadott egy másik Endermite-ot, bár egyenlőre nem nagyon aktivizálják magukat, mikor a vasgólem is gondolkodott egy kicsit. Na most! Elkövette azt a hibát a vasgólem, hogy nem ölte meg együttésből az Endermite-ot, és ez a nagy probléma, mert addig nem veszik észre, amíg nem egy sebzésből öli meg az Endermite-ot. Gyere szépen ide! Hogyne. Az vagy egy ütés. Na most, ezt megint elrontotta. Gyere te is, légy szíves. Őt nem is tudom felvenni, az jó. Úgy látom, hogy itt végzett a vasgólem. Szóval mindjárt elmondom, hogy pontosan hogy működnek ezek az Endermite-ok. Igen. A lényeg a következő. Az Endermite-ok akkor támadnak meg valakit, hogyha látják, hogy megsebezte a társukat. De hogyha az illető, tehát jelen esetben a vasgólem együttésből megöli az Endermite-ot, akkor ugye nem veszik észre, hogy megsebezte, mert együttésből megölte. Tehát itt csak akkor van bármi esélyük az Endermite-oknak, hogyha a vasgólem nem együttésből végez az Endermite-tal, hanem mondjuk kettőből, mert akkor érzékelik, hogy megsebezte, és oda jönnek. Úgyhogy ebből a szempontból ez különleges a mai küzdelem. Hát nézzük meg, hogy bírta a vasgólem a szokásos baltás módszerrel. Szerintem azért elég sok élettereje maradt. Hát azért lesebezték valamennyire, de az első kört az Endermite-ok nyerték. És itt is lennék a második körrel, srácok, amelyben 100 Endermite fog megküzdeni 5 darab vasgólemmel. Hát az előző kört azt elég könnyen megnyerte a vasgólem, de mondom, hogyha nem együttésből ölik meg, már pedig ugye itt 5 vasgólemnél növekszik erre az esély, akkor képesek csapatban egyként támadni az Endermite-ok, és akkor viszont eléggé be tudnak durvulni, úgyhogy ez tényleg egy különleges küzdelem ebből a szempontból. Úgyhogy akkor gyorsan írjátok meg kommentben, hogy szerintetek ki fog nyerni, vagy csak tippeljétek meg magatokban, és szerintem akkor el is indíthatjuk a második kört. Tehát 100 Endermite és 5 vasgólem. Oké. Hát ideig együttésből ölik meg az Endermite-okat, de azért lesz majd olyan is, hogy... Japp, ott is van. Ott is van. Elrontottad, kedves vasgólem kolléga, mert konkrétan 100 Endermite támad egyetlen egy vasgólemet. Na jó, azért az ott nem 100 Endermite, mert még arra is vannak. De azért itt most rendesen megtámadták, és szerintem őt meg is fogják ölni. Tehát, hogy szerintem őt meg is fogják ölni. Láthatjátok, hogy csak ő az, akit támadnak. Igen, szerintem őt hamarosan megölik. De azért dolgoznak a vasgólemek, hogy megmentsék a társukat. De ők is lassan észreveszik a problémát és beszállnak, úgyhogy jön az erősítés az Endermite-ok oldaláról is, viszont megölték. Nézzük, hogy ki követi el a következő hibát a vasgólemek közül. Úgy leszik, most tanultak a helyzetből. Op! Nem, azt hittem, hogy ő lesz az.
Nem látják most valamiért az endermite-ok. Nézzük, még azért vannak itt páran. Az endermite-ok most valamiért nem foglalkoznak azzal, hogy megölik a társukat. A vasgólemek. De nézzük, egy vasgólemmel már azért végeztek. Hát igen, itt szerintem meg fogják oldani a vasgólemek a helyzetet. Ja, valószínűleg. Viszont ugye addig nincs vége a küzdelemnek, amíg minden ellenséges szörny meg nem halt. És már csak ketten vannak, ha jól látom. Igen. Oké. Okay. Akkor úgy látom, hogy itt még azért megnézem, mert ugye távolról nem tölti be az endermite-okat, de úgy látszik, hogy mindenkit megöltek, és azért ők is elveszítették az egyik társukat, tehát egy vasgólem azért meghalt, viszont ennek ellenére ők nyerték a második kört, és ezzel egyébként magát a mai részt is, viszont ugye még van egy harmadik kör, ahol még mindig tudtok szavazni, hogy szerintetek ki fog nyerni, úgyhogy lássuk is akkor a harmadik kört. És el is érkeztünk a harmadik körhöz, srácok, ami az utolsó kör lesz ebben a videóban. Még mielőtt tovább mennénk, annyit ezt szeretnénk mondani, hogy bocsi, hogyha a háttérben ilyen zúgás hallatszódik. A kedves útmunkások kitalálták, hogy most kezdenek el dolgozni. Egész délelőtt arra vártam, hogy abba hagyják, most abba hagyták, elkezdtem felvenni a videót és folytatták. Na mindegy, szóval a sorozatban nagyon rég volt már arra példa, hogy ilyen sok mobot kellett volna leszpónolnom. Viszont ebben a részben, illetve itt a harmadik körben 500 Endermite fog megküzdeni 10 darab vasgólemmel. Igen, nem mennék annyira közel hozzájuk, mert rengetegen vannak, és nagyon, vagy legalább 150-nel lemegy az FPS-em. Úgyhogy szerintem fent fogok maradni majd a levegőben, itt a harmadik kör alatt. Úgyhogy írjátok meg kommentben, vagy gondoljátok ki magatokban, hogy szerintetek ki fogja megnyerni a harmadik kört. Bár igazából már megnyerték a vasgólemek ezt az egész mai játékot, de azért a harmadik körben még 2-1-re felhozhatják egy kicsit az endermite-ok. Úgyhogy szerintem akkor vágjunk is bele. Leestek a falak, és már a vasgólemek akcióba is lendültek. Én így fentről fogok figyelni, meg egyébként elég nagy a hangzavar odalent, úgyhogy már csak azért is jó, hogy itt vagyok. De még lehet, hogy így is akadozni fog a videó, mert az OBS nem szereti, hogyha a Minecraft laggol. Hát dolgoznak rendesen, egyenlőre mindenkit együttésből öltek meg, de kíváncsi vagyok, hogy ki fogja elkövetni az első hibát. Húha, ott már megy a... Aha, igen, itt nagyjából 100 endermite támad egy vasgólemet, és itt is. Oké, okay, elkövették a hibát. Oké, okay, na nézzük, hogy mi lesz ebből. Úristen, mennyi endermite, srácok. Lehet, hogy most az OBS akadoz... az OBS felvétele akadozni fog, de egyébként a játék annyira nem lagol. Na mindegy, nézzük tovább, megölik-e a vasgólemeket. Ugye most két vasgólemet támadnak egyszerre. És azt meg is ölték. Nézzük, hogy veled mi lesz. Na, még bírja a kiképzés, de szerintem hamarosan ő is meg fog halni. Igen. Oké, egyenlőre most mindenki békésen ütögeti az endermite-okat. Kíváncsiak, hogy most ki fog megint hibázni, mert ugye, hogyha nem együttésből ölik meg az endermite-okat, akkor viszont nagy bajban vannak. De ha jól látom, akkor most már tanultak a hibájukból, és senki nem fog elkövetni még egyszer ilyen hibát, úgyhogy nézzük meg, mi lesz ennek a vége, de szerintem most már nem fognak csapatosul támadni az endermite-ok, mert a vasgólemek együttésből ölnek meg minden egyes lila kis bogarat, de azért meglátjuk, hátha valaki még hibázik. Azért itt még vannak endermite-ok, erre van, még van itt egy-kettő, bár nem olyan sok, de úgy látszik, hogy az endermite-ok most már lazábra vették a dolgot. Kíváncsi vagyok, hogy a vasgólemek mikor fognak még hibázni. Jó lenne még egy ilyet látni, hogy lerohannak egy vasgólemet nagyjából 200-an. De úgy látom, hogy most már olyan kevesen vannak az endermite-ok, hogy nem tudnak védetlenül nem megölni egyet. Tehát, hogy most már akármit csinálnak, együttésből ölnek meg mindenkit. De azért megvárjuk, mert ugye addig nem mondhatjuk ki, hogy ki a nyertes, amíg él valamilyen szörny az arénában. De azért szerintem elég egyértelmű, tehát szerintem most 8 vasgólem van életben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, igen. Tehát 2 vasgólemet öltek meg az endermite-ok, ami nem egy nagy teljesítmény, én ezért ennél jobbra számítottam, de úgy látszik, hogy a vasgólemek megelégelték, hogy az elmúlt részekben azért veszítettek párat. Tehát, hogy volt olyan, hogy a vasgólemek veszítettek, és most vissza akarták hozni a régebbi formájukat, és ez úgy látszik sikerült is, mert megölte az utolsó endermite-ot. És megnyerték a napot, srácok, a vasgólemek. Mindhárom kört megnyerték, ugye ez már viszonylag régen volt, mert az előző részekben vagy az volt, hogy teljesen veszítettek, vagy hogy az egyik kört elveszítették. Tehát, hogy az elmúlt időszakban nem volt túl sok szerencséjük a vasgólemeknek, de most viszont megváltozott, fordult a kocka, és most
most ők nyertek, úgyhogy aki rájuk szavazott, az jól tette, mert ők nyerték a harmadik kört, és ezzel egyébként az egész videót. Hát srácok, ennyi is lett volna a mai Szörny csaták videó, nagyon remélem, hogy tetszett nektek, hogyha ez így volt, akkor ezt mindenféleképpen jelezzétek egy like-al, illetve azt is, hogy ha várjátok a folytatást, és szeretnétek még látni folytatást ebből a sorozatból, illetve ezt meg is írhatjátok kommentben, valamint osszátok meg a videót ismerőseitekkel, köszönöm szépen a figyelmeteket, találkozunk majd egy következő videóban, addig is, sziasztok!